2021-ig az UNESCO világörökség részévé nyilvánítatná a lipicai ménest Ausztria és Szlovénia. A két ország külügyminiszterei erről Tirolban közös szándéknyilatkozatot hagytak jóvá. A lépés célja a hivatalos indoklás szerint a tradíció védelme lenne, valamint az, hogy minél többen tudjanak róla, és minél többen láthassák ezeket a lovakat. Ezen kívül a határon túlnyúló együttműködést is erősítenék vele. Ahogy a szlovén diplomácia vezetője Miro Cerar fogalmazott, a közös szándéknyilatkozat remélhetőleg közös sikerhez is vezet majd. A két ország évtizedek óta vitázik a lipicai ménesről. A lipicai fajták tenyésztése a 16. században kezdődött az akkori Habsburg birodalom területén. Második Károly főherceg az 1572-ben alakult bécsi spanyol lovasiskola számára alapított egy tenyésztőtelepet a császársághoz tartozó Triest közelében, a karsztfennsíkon fekvő, ma szlovén területen lévő Lipicán. A ménes egy részét a napóleoni háborúk idején menekítették a horvátországi Gyakovóra, ahol 1805 óta tenyésztik a fajtát.